previously. Hogy a srácok, én arra gondoltam, hogy van egy sátrunk is, úgyhogy keresünk egy helyet, ahol le tudunk telepedni, felállítjuk a sátrat, elrejtjük az autót, és ott fogunk élni. Odafigyelj, ilyen tengerpart, látjátok? Így, itt jó lesz szerintem. Ide le is telepszünk, mit szóltok? Nagyon jó. Mi a... Hallottátok, srácok? Ez medve volt szerintem. Ott a medve! Most mit csináljak? Basszus, srácok! Nagyon nagy a gond, nagyon nagy a gond! Úristen! Nyilván hasznosítunk mindent, srácok. De jó, végre egy kis jó meleg tűz, finom illatok. Na látjátok, azt csináljuk, fogom a landmine-t. Jó, nézzük. Jó, srácok. És ott van egy helyben, látjátok. Aha, tudja, hogy itt vagyunk. Szóval a füstöd, dobsz. Ott van, gyerek. Hogy öltük meg, srácok? Hát úgy látszik, lelőttünk. Én a mondó vagyok, hogy most alszik egyet a karakterünk, és elkezdünk másnap, elindulunk a nagy gázmezőbe. És szevasztok, srácok, itt vagyunk ismét. Ugye itt hagytuk abba múltkor. Hát srácok, eljött ez a nap is. Ugyanis ma megpróbálunk elmenni a gázmezőbe. Ugye ezt beszéltük meg előző részbe. Kicsit azért át kell ezt gondolni, mert azért ez nem lesz egyszerű, srácok. Tehát sose voltam, nem tudom, hogy hogy működik. Ha minden igaz, akkor ugye látjátok, hogy az összes ruhánk megvan. Jacky, nadrág, fejrész, kesztyű, maszk. Tehát elvileg minden megvan. Nincsen túl sok ilyen filterünk. Gázmaszkba. Várjátok itt az inventory-t, ami ki kéne pakolni. Ja és igen, itt a cipő is, ugye még el is felejtettem, ugye cipő is van. Az is itt van nálunk. Ja igen, megtaláltunk egy sátrat is még. Hát én ezt most akkor hogy kirakom ide valahova, srácok. Legyen mondjuk itt egy ilyen sátrunk, egy ilyen titkosabb hátra, nem tudom. Berejtjük ide, mit szóltok ez. Ígyni. Itt vagyunk mindig a jó kis bázisnál, ami nagyon jó kis helye szab, ez is ilyen damage-el. Jó, nem baj. Oké, hát ezt most ebből egyre nem pakolunk bele, de itt hagyjuk. És hát nincs több filterünk, kettő darab van, srácok. Kettő darab filter, plusz ez a maszk, ugye ebben kell filter, szóval lényegében van három. Ha úgy tetszik, csak az a baj, hogy nem hiszem, hogy lehet olyat, hogy gázmezőbe gyorsan kicseréljük. Gyorsan izé púk-púk, hát nem tudom. Ez nagyon veszélyes lesz. Figyeljetek, ez nagyon veszélyes lesz. Hát annyi, hogy most kicsit kipakolok, tehát üres inventory-val kéne menni. Kirakom, amit tényleg nem kell. És akkor hát szerintem el fogunk indulni. Jó! Oda nézzetek, srácok, és mindent kiraktam az inventory-mba, hogy szépen letisztázzuk magunkat. Pár cuccot hagytam, ugye két tár az alkámba, meg 308-as amó a tundrába. Illetve ezeket még ki kell bontsuk, ezek ugye az alkánk vagyok szintén. Én mondom, hogy egy még két tárat magamhoz veszek az alkához, legyen így. Nincs sok lőszerem bele sajnos, úgyhogy kb. Ez a négy tár lesz. Magamhoz veszek némi kaját, az legyen a nadrágunkba. Oké, hát nyilván kell a ruházat. Rakom ide alulra. Jacky, kesztyű, nadrág, cipő, felső rész, maszk, filtert, másik maszk, pótfilter, orvosság, az nagyon fontos. És itt legyen a kajánál mondjuk kettő darab bandage, legyen egy, hát két darab morfium nyugodtan jöhet, akkor javító eszközök, ezeket ide rakom, ezek fontosak. Én gondoljuk, hogy készen állunk, hát nem mondom, kicsit besötétedett sajnos, ahogy látjátok. Jó van, induljunk, kocsit nem viszem, mert túl nagy hangot, túl nagy zaj csapna, úgyhogy ezt most itt hagyjuk, gyalog szépen elmegyünk, nincsen messze, tényleg direkt közel telepettünk le, úgyhogy ja, ha minden igaz, akkor csak itt átvágunk a hajaj zombi. Jó, akkor ezt most itt gyorsan elintézzük. Mi a? Az ott mi, láttátok? Láttátok mi a? Há?
Na várjatok, srácok, itt valami nem, nagyon fura dolog van. Én fényt láttam ott, ilyen piros fényt, de most nincs ott. Ott valami világít, srácok. Ú, bassza meg. Ne essen a zombi! Akkor gyere, te köcsög. Hát nem tudom, srácok, ez most elég para. Valakik ott vannak, szerintem. Nem tudom, bukosan bezúmolok, látjátok? De akkor is ott van kicsit a szélén. Látjátok, mozgott. Mozog a fény. Szerintem mozognak ott vele. Aha, érdekes, így bezúmolunk Daisybe. Akkor ugye a fény így elhalványul, de ott van még, látjátok? De csak ott. Tábortűz lehet. És pont nem látjuk ugye a füstjét. Mert a szikla eltakarja, gondolom. Mi egyen megtámadjuk, vagy inkább kerüljem el. Ugye most az a cél, hogy menjünk a gázmezőbe. De ez nagyon közel van a bázishoz. Szóval elég para a szituáció. Direkt azért költöztem ide, értitek, hogy távol legyünk mindenkitől, hát tessék. Na jó, hát szerintem oda settenkedünk, megnézzük. Nem tudok jobbat, tényleg menjünk. Túl közel a bázisunkhoz, úgyhogy... Let's go. Szerintem, hogy itt nem nagyon lootoltak, ahogy látom. Látjátok, hogyha bezumlag, eltűnik a fény. Ez mitől lehet? Nagyon halvány amúgy. Érdekes amúgy, sokkal erősebb volt a fénye. Most már ilyen halvány. Füstöt még mindig nem látok, ami... Ott egy zombi, hú, de megijedtem! Nem látom most a fényt, srácok, nem látom a fényt. Hú, bassza meg. Jó, várjatok, kikerüljük a zombit. Ha minden igaz, emögött a szikla mögött volt. Tehát itt ez a két nagy szikla és emögött. Nektek lehet most jobban látszódik, mert egy kis filtert rárakok, hogy ez élvezhető legyen a videó. Hát most nem merek világítani, meg nem is hoztam világítót, ugye mondjuk van glow stickem. De mindig menjünk. Halkan próbálok direkt, nagyon halkan. Próbálok nem sprintelni. Itt a szikla mögött volt a fény, ha jól láttam. Nem hallok mozgást. A zombit hallom hörögni. Ott lentebb. De nem hallok mozgást. Úgyhogy nem nagyon tudok átmenni szerintem, úgyhogy megkerüljük. Bekapcsol a red dotom. Jó, be. Fú, srácok, most nagyon félek. Ez most lehet elég kockázatos. De a meglepetés ereje a mi oldalunkon van szerintem. Hopp. Ja, csak a hold, basszus. Azt hittem, ott van szemben valami fény. Oké. Basszus, itt ekkora szikla! Már rég át kéne menjünk jobbra. Na, látok, akkor kerülünk. Valakik, tehát az a fény, az valaki odarakta. Tehát valakik itt vannak, vagy valaki van itt. Sajnos. A semmi közepén. Na, látok, itt be tudunk menni. Egyre nem látok senkit. Nem látok. Itt volt egyáltalán... Á, már nem tudom, az a baj, hogy hol lehetett a fény. Valahol itt. Aha. Az ott egy fireplace. Valaki itt tüzet rakott, srácok. Nem látok senkit egyenlőre. Érdekes. Igen, ez itt egy fireplace. Jó, hát nincs itt se... Nem látok senkit. Na, hagyd nézzem meg. Aha. Hát... Ezt lehet, hogy ezt még régebben hagyhatták itt, srácok. És most égett le pont. De akkor is itt jártak emberek. Vagy ember, nem tudom.
Ú, bassza meg. Elég para. Óvatosak leszünk, megyünk tovább, megvan mindenünk. Ha mondom vagyok, hogy akkor menjünk tovább, de 200%-osan oda kell figyeljek. Közben itt már jövök a partom, de Isten, mint a sziklákon leugrottam, az fél HP-zódtam, úgyhogy kurva jó. Hú, a holt srácok. Én nem mondom, ezek a sziklás helyek is nagyon jók. Szóval a mosi... Mi a rák? Pont mondani akartam, hogy nagyon jó hely bázisnak. Erre tessék! Nem mondott komolyan, hogy itt egy bázis. Bazd meg, srácok. Konkrétan egy bázis. Hát ezt behugyazok. Konkrétan itt van tőlünk egy kilométerre maximum. Nem nagyon látok mozgás, meg fényeket. És nem tudom... Aha, még tornyuk is van! Jézusom! Ja, nem látok mozgást, meg nem is hallok. Megnézzük közelebbre egy kicsit, de csak óvatosan. Behogyozok, hogy itt egy bázis. Nem is olyan kicsi, bazd meg. Várjatok. Jó, hogy belátni. Oké, ott egy hordó, nem tudom mennyire látjátok. Egy tábortűz, és egy sátor. Más nem látok. Túloldalt is ilyen kap... Basz meg, nem kellett volna leesni, de nincs itt senki, ha jól látom. De lehet, ez már be van rédelve. Ja, nem látok senkit. Nézzétek ott a túloldalt, mintha ott lenne ilyen lyuk. Várjátok, megnézzük. Fú, azt nem hiszem el. Érted, végre elindulunk a gázmezőbe, erre ilyenekkel találkozunk. Hát muszáj előtt ezt megvizsgálni, srácok, addig nem megyek tovább. Mert ez túl közel van a bázisunkhoz. Tehát túlságosan közel van. Lehet, hogy már be van rédelve, mindjárt megnézzük itt talán a másik oldalt. Basszus! Madarak! Oké, valahogy itt kéne lennie elvileg. Aha, itt van. A fasz, ez be van itt építve! Nem tudok így bemászni, hogy valami? Na nem. Na és direkt beépítették ott is, ahol esetleg a sziklán lehetne gondolom mászni, látjátok? Várjál. Nézzétek, csak itt fel tudok menni. Nem tudok. Várjátok itt, végig. Á nem. Megpróbálom bejutni valahogy. Ilyen sziklás itt a cucc. Szerintem, ha fel tudnék itt bugolni, fel tudnék mászni, utána be tudnánk esni a bázisba. Bár elég fapados bázisnak tűnt, mert csak egy sátrat láttam, meg egy hordót, de mindenképp megéri megnézni. Jó, nem srácok, itt akár próbálkozom nem lehet sajnos, valószínűleg ezt ők is se tesztelték. Szóval itt se táskával, se táska nélkül nem tudok felugrani. Ja, ezt itt is néztem, már itt se lehet. Nem, nyilván beépítették ott, be lehetne menni, nem hülyék. Menjünk vissza az elejére, ott is megnézzük, hogy mit évők lehetünk. Várjatok csak. Itt fel lehet jönni a sziklára. Aha. Nézzétek csak. Itt a bázis. Át. Ez nagyon para itt. Hát itt most be tudnánk ugrani, de... Hát lehet belehalnánk. Nem tudom. Ezt nem tudom sajnos. Basszus. Na jó, mielőtt bármit csinálunk, bármi hülyességet. Ajaj. Előtte. Ajaj. Ahaj, nehogy jutok vissza. Ne! Jó, sikerült. Hú, basszus. Jó, mielőtt bármi hülyességet csinálunk, megnézzük még előről is. A bázist. Illetve nekem vannak aknáim, srácok. Nem tudom, ki emlékszik rá. Ott van a sátorban, hogy 4-3 darab akna, jól emlékszem. Szóval, mondjuk azzal a falat robbantani... nem éppen a legszerencsésebb, de meg lehet próbálni. Á, basszus, látjátok, hogy egy kis eséstől is amúgy így elbotlik a karakter. Megy is lefel a HP-nk egy picit, a csík, ugye? A nyíl. Szóval onnan leugrani, hát az nagyon para. Várjatok? Aha, nem, beépítették. Nem hülyék, baszki. 4-es kódzár van rajta.
Á, ez túl sok idő. Ez túl sok idő lenne kitalálni. De nem, itt is végig beépítették, látjátok? Tehát végig be van építve. Ah, még itt futok egy kört, elmegyek itt lent. Megnézzük ezt a sziklát amúgy. Fel lehet jönni ide. Így. Á, nem. És itt egy rohadt nagy izé. Nem mondom, ha lenne egy hordóm, akkor lehetne okoskodni. De nem. Jó, nem. Nem, srácok, körbefutottam többször, mindenhol próbáltam bejutni táskával, táska nélkül. Egyszerűen le van védve, közben már jön fel a nap. Egyszerűen le van védve az egész. Vagy onnan beugrunk, és imádkozzunk, hogy nem döglünk meg, vagy hozzuk az aknákat. Úgyhogy szerintem itt a logikus, az most az akna lesz, a biztonságosabb. Úgyhogy, srácok, én gyorsan visszafutok a bázishoz, és megpróbáljuk beríteni ezt a bázist. Mit szóltok? Így a gázmező előtt, úgyhogy let's go back bázis, és ide hozzuk az összes aknát. Jó, meg is érkeztem. Nézzük, mennyi aknánk van. 1, 2, 3, 4. Jó, 4 darab akna. Az nagyon jó. Az nagyon-nagyon jó. Jó. Nézzük, mi kell. Hát még az baj, más nincs. Még van egy gránátom is pluszba. Jó, hát elmondom, hogy go back. És akkor ugye lerakjuk az aknát. És hogyha fegyverrel meglövöm, akkor... Aha! Na várjatok. Tudjátok, mi kell ez? Hangtompító a sniperünkre. Gyorsan hozok még kulacsot, amiből kiöntjük a vizet. Vagy volt még kulacsom? Aha, ezek a kulacsok. Ezeket elhozzuk, ki fogjuk beönteni a vizet, és hangtompítónak fogjuk használni. Á, srácok, most is onnan leugrottam direkt. Nézzétek meg a HP-mat, hogy mennyi HP-m van. Hát, szerintem meghalnánk, hogyha onnan magasról leugranánk, az a baj. Na, álljátok, közben megjöttünk. Most azt fogjuk csinálni, hogy kiöntjük, sőt, megisszuk. Viszont most egy kis vizet, úgy szólj, mert csak éhesek vagyunk. Oké, eszünk is egy kicsit. Jó. Ez el is fagyott, még iszunk. Megpróbáljuk hasznosítani. Mindent hasznosítani kell, srácok. Ez nagyon fontos szabály. Így kicsit rosszul lettem most. Jó, a többit most már akkor kiöntjük. Empty. Így né. Jó. És azt hiszem, Cellux-szal kell. Igen, jó. Így néz, szépen lekraftoljuk a szupresszort, rerakjuk a tundrára, és lerakjuk az aknát, és robbantunk. Oké, tundra tökéletes. És akkor szépen oda megyünk. De nagyon jól jön fel a nap. Ú, de jó. Hát figyeljetek, megpróbálom ezt a falat itt berobbantani akkor. Ez a kapu, ott a torony, az nem jó. Itt, ha jól látom, csak egy darab fal van, látjátok? Első akna. Berakom ide jól alá. Így né. Jó, szépen aktiváljuk. Oké. Okay. Távol megyünk. És akkor meglőjük, ha minden igaz. Oké. Okay. Sikerült is az első. Nézzük, hogy damage-elte a falat. Hát nem nagyon. Jó, akkor következő. Egyesével csinálom, mert félek, hogyha egyszerre többet leraknék és berobbantom az egyiket, lehet, hogy a többi nem robbanna be, csak leruineződne, meg ilyenek. Nem most akarom leteszteni, mert tényleg csak ennyink van. Úgyhogy ezt most egy egyesével fogjuk csinálni. Oké, okay, következő. Oké. Okay. Nézzük a damage-et. Még mindig zöld. Aj, még van két aknánk. Jó, menjen. Most már elkezdtük, befejezzük. Szupresszor még bírja? Még bírja. Oké. Okay. Lássuk a damage-et. Hát, srácok, ez para. Szerintem aknával nem nagyon lehet ezt. Az a büdös nagy helyzet. Bírja még? Aha, ennyi volt a hangtompító. Ezt ki is dobhatjuk. Na várjatok, hát... Jó, tök mindegy, most lövünk egyet. Nem áldozok be többet. Lássuk. Ha levinné most, esetleg halvány zöldre... Nem! Na várjatok, van még egy ilyen gránátunk. Hát megpróbáljuk, jó? Kibiztosítás. És... Tökéletes. Á, nem jó! Lepattog, mert lejtő. Ó, bassza meg. És nincs több robbanóanyagom, srácok. Ah. Jó, hát tudjátok mit? Én le fogok onnan ugrani. Van morfiumom.
Tudjátok mit? Craftolunk sprintet. Mit szóltok ehhez? Megpróbálunk sprintet craftolni előtte, tehát hogyha eltörne valamink, akkor ugye sprinttel meg tudjuk gyógyítani magunkat. Hogyan is kell? Azt hiszem split. Felaprítjuk a botot. Craft splint, azaz. Jó, csinálunk ilyen splintet. Oké, itt is van. Jó. Hát srácok, ezt ne csináljátok utánam. Ez most nagyon jackass lesz. De nagyon kíváncsi vagyok, hogy van-e még valami bázisban. Basz meg. Innen leugrottam és fél HP, láttátok? Geci, most ezt meg kell várjuk, igen. Na hát, gondolkodjunk. Ide még le lehet jönni. Hát fentebb nyilván nem érdemes menni. Jó, várjuk meg, míg feltöltődik a HP-m. Viszonylag hamar felszokott menni. És aztán kitaláljuk. Jó, közben feltöltődött a HP-m. Ja, beröl, sátor, be is van zárva. Na várjátok, én azon gondolkoztam, hogy a kerítésre kéne ráugorjunk, mert az ugye magasabban van nyilván, mint a talaj. Plusz azon lehet így hát, hogy bugol a karakter, tudjátok, ki megfog minket. Hú, na várjatok. Ja, óvatosan. Óvatosan. Á, basszus. Hát ez most nagyon para. De ha minden igaz, talán ebben nem halnánk meg. Á, srácok, nagyon para. Na várjatok. Látjátok azt a rést? Azt kéne megcélozzuk. Oké, nagyon jó. Egyre nagyon jó helyen vagyunk. Jó. Szerintem így hátra. Jó! Oké. Semmi gond. Eltört a lábunk, de ezért csináltuk a sprintet. A HP-n kibírta. Oké. Fix. Uram, ez meggyógyítja tényleg a lábunkat. Hú, keci! Nagyon jó, srácok! Nem hiszem el, sikerült! Bent vagyunk! Na, várjatok. Így. Hát, még ott a lábtörés, de szerintem meggyógyítja majd. Ha látjátok, be van kötve a lábunk. Ha, és tudunk mozogni. Na, látjátok. És bent vagyunk. Nem mondom, nincs sok minden itt. Isten könyörgöm, ne legyen kilútolva a fireplace. Tök üres. Sátor. Ez az! Hú, basszus! Hú, genya! Tehát amúgy... Jó, hát van sok kaja, ahogy látom. Tehát ezeket mind hozzuk. Kajákat, vizeket. Hát azt a hús most itt hagyom, úgyis meg kéne sütni. Szövők itt nagyon jó. Kaja, gun cleaning kit. Jerrycan szinte üres, nem kell. Bal, jó, a balt azt tudjátok miért, jó? Ki tudjuk vágni, mert amúgy nem hoztunk. Hú, ez most nagyon nagy szerencse. Amúgy nem hoztam baltát, most szopnánk a faszt. Ebbe bele se gondoltam, de van balta, mivel ki tudjuk majd vágni belülről a bázist. Kisalká, van otthon nekünk, nem kell, lőszereket elhozzuk. Mi van még itt? Timer. Oké, ez a sátor kb. Ennyi. Nem mondom, ez így nem, hát ez jó meg minden, de egyelőre nem nagyon érte meg. Aha. Itt meg az építőanyagok, ahogy látom. Hát gondolom kilogoltak ugye a többivel. Fegyverekkel meg ilyenek. Hát elhozzuk a kisalkát és nem adjuk itt basszus, visszük ami mozdítható. Áj, bassza meg. Toronyba valami. Í, basszus, jó, hát nem tudom mennyi idő még hílelődik a lábunk. Hát ez is csak itt torony. Sehol semmi. Hát jó, srácok, amondó vagyok, hogy... hogy megyünk ki innen. Hát akkor nincs olyan állapotban, néha így nyögdécsel. Na várjátok, de viszont ki tudjuk vágni. Na remélem ki tudjuk vágni magunkat amúgy. Ja. Jó van. Ki tudjuk vágni magunkat. Jó van, hát tipli srácok, berédeltük ezt a bázist. Hát volt pár cucc ugyan. De... Hát azt hittem, hogy lesznek azért fegyók vagy valami. Hát mondjuk volt egy kis alká.
meg lőszerek, meg nagyon sok kaja. Ja. Hát elég, ha csak itt alul szerintem. Osszik üzzük után innen el fognak költözni, ha visszajönnek. Látják, hogy be van rédelve. Hát... erre nem gondoltak, hogy lesz, aki leugrik onnan, de hát... De hát ja. Nem mondom, kicsit félreugrunk, vagy nem a kerítés fele. Hanem ott csak leugrok, szerintem meghaltunk volna amúgy. Jó. Várjatok. Látta? Baszki! Csak néztem én toronyról, hogy mi ez a fekete folt itt. A izének van mindig ilyen kinézete, ugye azért néztem. Annó mi is ástunk egy csomó ládát. Hát a ládát, mikor elásod. De ki is írja? Pie of Dirt. Na várjatok? Ne, nincs ásó! Na várjatok, várjatok, nem volt ásó náluk? Nem volt itt ásó? Pikax, azzal szerintem ki lehet, nem? A csákánnyal. Vagy várjatok? Van ásó is! Jó, hozzuk mindkettőt. Igazából nem kell pikax, nem kell, az ásó az biztos, hogy működik. Tök hacsiem, hozzá most elrejtettek valami ládát, bro. Júj! Na mondjuk miért nem bentre ásták el? Ja, mert az ott köves! Vagy nem tudom. Nézzük csak. Na. Dig up! Na hát erre most nagyon kíváncsi vagyok. Anyád! Jó! Jézus! Ez fix, ők ásták el, vágod? Ez fix ilyen titkos lót nekik. Olyan blood bag is, meg minden, blood test kit. Gondolom, hogyha meghalnak, akkor visszajönnek, azt tudjátok, itt van minden. M4 ágy, grenade launcher, basszus! Baszki se... Várjátok, hogy csináljuk? Kisalkál, nem kell, köszönjük szépen, tudod, itt hagyjuk nekik. M4, tárak, beszarok, végre van egy M4-ünk. Na jó, most már tényleg, srácok, gázmező. Baszki, grenade launcher, na várjál. Fett, hogy nekünk van is ott, veszem egy ilyen izé bele. Gránát. Ó, amúgy a lábunk mindig nem gyógyult meg amúgy. Jó, gránátok, nagyon jó. Hát a vért, én ezt a vért ezt itt hagyom, srácok, nem merem, mert mi 0 pluszosok vagyunk, de ugye nem tudjuk, hogy ez milyen vér. Még úgy amúgy kinapadott, amúgy észre se vettük volna. Én gondoljuk, hogy most visszamegyek a bázishoz, amúgy is a lábunk sérült, és utána viszont tényleg nincs megállás a gázmezőig, mit szóltok ez? Úgyhogy most gyorsan visszamegyek, kipakolunk. És akkor irány a gázmező. Szóval hozzuk az M4-es, nem szarakodunk. Az alkát lecseréljük, és ja, így, boom. Oké, ez így elég jó. Geci! Na jó, ez kemény. Vagytok, van gun cleaning kitünk? Van! Meg is javítjuk. Jó, viszont most már induljunk, srácok. Let's go, kijutottunk, most már itt vagyunk, itt van ez a nagy város, azt hiszem itt csináltuk a csapdás rész. Ha mindig az itt követjük a partot, és itt lesz valahol elvileg a hajó, ahol a gázmező van. Úgyhogy hát, ja, közben elmúltam, hogy a lábunk, hogy hát a lábunk, a lábtörésünk, úgyhogy fuck yeah. Úgyhogy srácok, hát nagyon izgulok, de menjünk. Ez a célunk, úgyhogy let's go. Itt kéne már lennie valahol, térkép szerint. Aha! Én már látom, srácok. Én már látom. Fú, baszki. Nem mondom, kicsit parás a szituáció, ne? Na várjatok, várjatok. Tovább nem megyünk. Jó. Srácok, én itt át fogok öltözni. Fú, ez nagyon para lesz. Sose csináltam. Nem tudom, fog-e működni, de nyomjuk. Ah, csak most az a para. Nem gondoltam. Jó, nem baj. Ugye nem tudom mennyi hely fél ebbe. Ha, jó, hát sokkal kevesebb. Így baszki. Maszkot most levesszük. Kesztyű. Fú, baszki. Na látok, cipő. Így. Hood. Lekedjük a sisakot is. Basszus. Jó. Oké, fú, basszus, nagyon félek, srácok. Én nem mondom vagyok, hogy ezt a gázmaszkot fogjuk hordani, mert ez szerintem tovább kibírja. Mi a rák? Hallottátok?
Ez para hang volt, és nem is volt nagyon messze. Jó, mindegy. A maszkot még nem veszem fel, mert fogy belőle a gáz. Ide felrakok minden gázmaszkot, hogy hamar el tudjam érni, bármi baj van. Jó, és a nadrágot, és szerencsére nem foglalnak túl sok helyet. Itt meg még egy egész helyünk van, bármit is találunk ott. Jó, elraktam mindent? Mindent elraktam. Oké, srácok. Fú. Hát meg fogunk indulni akkor. Még nem veszem fel a maszkot, felvesszük mondjuk. Jó, felvesszük itt. És... Jó. Fú. Let's go, srácok. Baszki. Úgy látom, hogy jó, működik a ruha. Direkt nem megyek be gyorsan. Ki tudjunk futni, a baj van. Mi ez a hang? Mi a rák? Jézusom! Mekkora elő volt, láttátok?